Évszázados freskók közt tartottak konferenciát, az országos papiotha népületének története ugyanis az 1700-as évek elejéig nyúlik vissza. A török kor pusztítása után a rendházat és a templomot a karmeliták építették fel, később pedig a papnevelés helyi központjává vált az épület és a benne található templom. Az 50-es évek elején azonban a honvédség kezébe került az épület és katonai tisztiszálló működött itt. Ekkoriban fogalmazódott meg az igény újra arra, hogy az egyházak gondoskodjanak saját idős papjaikról. 1953-ban nagy erőfeszítések után nyílt meg egy országos gyűjtőkörű egyházban és papoknak szóló papi otthon, kicsit a pannonhalmi szeretetési szeretett otthon mintájára, de ez Hódmezővásárhelyen működött, és mindössze 9 férőhelyen nem volt túl nagy. És ez az intézmény volt, ami aztán egy évvel később, amikor a katonaságot sikerült kirakni a fehérvári épületből, egykori szeminárium épületből, átköltözött Fehérvárra, és fogadott újabb lakókat is. Méghozzá rengeteg lakót, hiszen feljegyzések szerint 1993-ban az otthon közeledő 40. évfordulóján már az 500. lakója költözött be a háznak. Az évtizedek során tehát papi generációk sora lelt itt végső otthonra az aktív éveket követően. Erről más Pány Antal megyés püspök beszélt az otthon 70. évfordulója kapcsán szervezett konferencián. Egy-egy cellába, hárman, négyen is voltak. A folyósókon, amelyek látják, bizony elég hosszúak. Egy-egy vizes blokk volt a folyósó végén, amely sokszor nagyon nehéz helyzetet teremtett az idős és betegségekkel küzdködő atyáknak a számára. Évekkel, sok-sok évvel később sikerült ezt az épületet így felújítani, ahogy most látják, hogy szép, az értékeket megőriztük és be tudjuk mutatni. A már említett átalakításnak köszönhetően országosan egyedülálló színvonalú papi otthont alakítottak ki Székesfehérváron, közben pedig nyitottak a világi ellátottak felé is. Jelenleg 54 lakója van az otthonnak, melyből 8 atya éli nyugdíjas éveit a falak közt. Minden napon kétszer a saját kiskápolnánkban szentmise, amelyeket az itt élő atyák tartanak. Ezeken a szentmiséken kollégáink is, és a világi férfi lakóink is részt vehetnek igény szerint. A hozzánk épült, egybeépült szemináriumi templomban is az atyáink tartanak szentmisét, szombat délután és vasárnap délelőtt. Ez a város számára, város lakossága számára is nyitott. Az idén 70. évfordulót ünneplő otthonban zajló munka minőségét jelzi, hogy az utóbbi években duplájára emelkedett a várólisták száma az intézményben.